21. fejezet Szent Miklós síremléke Tovább vonultak. Nem tehettek mást, a végtelenségig menniük kellett. A visszatérés ugyanolyan értelmetlenné vált, mint a továbbmenés, csak hogy a visszafordulás vereséget jelentett volna. Még most is voltak köztük gyerekek, akik hittek a fehér város álmában, bár a legtöbben csak megszokásból mentek tovább. Ha Isten nem választja szét a tengert, mert Miklós meghalt, akkor hajókat fog küldeni, amelyek a Szentföldre vezetnek bennünket? Kérdezte a kis tíz tádi atyát. Az csak ennyit tudott felelni. Bárhogy dönt rólunk az Isten, úgy lesz jó. Frieda, néhány ápoló és minden súlyos sebesült, Trazimeno várában maradt. Ha épp bőrrel megúszák, Perugiába mennek majd. A parancsnoknak az volt a véleménye, hogy a város nem is keveset köszönhet a gyerekseregnek. A szőke ügyes Frida mély benyomást tett rá, és felajánlotta, hogy saját házába fogadja. Volt egy fia. Frida feladatát Tróde vette át, és segített neki Marike is, aki az elmúlt hónapokban jól megtanulta a sérülések kezelését. A gyerekek végre elértek az Adriai tenger partjára. Senki sem próbálta meg szétnyitni a tengert. Egyszerűen tovább vonultak délfelé a homokos tengerparton, mocsarak mellett és dombokon át. A tengerben rengeteg volt a hal, de meg is kellett fogni. Új csapással kellett megküzdeniük, a maláriával. Sok tízezer szúnyog támadta meg a védtelen gyerekeket. A kicsinyek azt hitték, hogy a mocsarak mérges kigőzölgése okozza az ők együttről lázt. Csak Dolf tudta, hogy a szúnyogok terjesztik a betegséget. Minden este nagy füstölgő tüzeket rakott, hogy előzzék a rovarokat. Megparancsolta, hogy a gyerekek sokszor mártózzanak meg a tengerben, és ne törőközzenek meg. Hajt, hogy a nap szárítson meg, akkor egy, egy kis sóréteg marad a bőrödön, és ez elriasztja a szúnyogokat. Nem volt benne biztos, hogy ez így van-e, de ezután ritkábban csípték meg őket, csökkent is a maláriás betegek száma. Egyik nap különös dolog történt. Egy nagy tengerparti tó mellett táboroztak, ahol rengeteg volt a rák, úgyhogy bőséges vacsorát ettek. Az étkezést az őrök kiáltása zavarta meg. Lovas a láthatáron! Csak egy, gondolta Dolf csodálkozva. Csak jól felfegyverzett, nagyon bátor ember merne egyedül útra kelni. Kíváncsian felszaladt az útra, és a közeledő porfelhőt nézte. Hamarosan látta, hogy tényleg egy férfi, aki a karjával hadonászik, és valamit kiabál. Már alkonyodott. Dolf önkéntelenül is megragadta a kését. Vajon közeledő veszedelemre figyelmezteti őket ez az ember? Vagy el akarja űzni őket? Szó szóval sem volt egyikről sem. Leonardo Fibonacci volt Pizából. Dolf csak akkor ismerte meg, mikor egész közel ért hozzá, és visszafogta a lovát. Az állat megizzadt, a szügye tajtékos volt. Leonardo fáradtan csúszott le a nyerekből, Dolf elkapta. Ajaj, sóhajtott a diák. Ez aztán utazás volt. Dolf szóhoz sem jutott az örömtől. Marike is odarohant, és Leonardo nyakába ugrott. Frank csendesen mosolygott mellettük. Az oda gyerekek újongtak. Itt van Leonardo! Visszajött Leonardo! Éhes vagyok, mondta a pízai józanul. Ezen igazán tudtak segíteni. Bertó a fáradt lovat vette gondjaiba. Marike meg gyorsan egy tálka főt kagylót hozott a diáknak, egy csésze kagylórákból főzött levest és két főtrákot. Ahogy így elnézem, nem éltek rosszul, Motyogta Leonardo Teliszájjal. De látom, alaposan megfogyatkoztatok. A többiek hol vannak? A hangja könnyed volt, de nyugtalan pillantásokkal méregette a tábort. Útközben sokan elvesztek, mondta Dolf. Ha elmegyünk egy város mellett, legalább ötvenen mindig ott maradnak. Ezt már nem lehet keresztes hadjáratnak nevezni. Hivatásos csavargók lettünk, akik jövőt keresnek. Leonardo bólintott. Miért jöttél utánunk? kérdezte Péter kíváncsian. Hát, csak úgy, válaszolt a diák kitérően. Pézában igen hamar eluntam magam. Apám olyan feleséget keresett nekem, aki nem tetszett. Ráadásul Pézában megint háborúra készülődnek, most épp Firenze ellen. És tudod, akkor minden épkézláb férfit hadba szólítanak, és szó sem lehet tanulásról. Nem volt kedvem sem házasodni, sem verekedni. Azt hiszem, ezen a télen a Palermoi császári udvarba megyek. Frigyes császár intelligens ember, és én valami érdekeset viszek neki, az arabok számolási művészetét. Mosolyogva néztem Marikét. Látom, kedves gyerek, hogy még mindig egészséges és szép vagy, de mikor megcsókoltalak, sós ízű volt az arcod. A láz ellen, magyarázta Dolf. A sós bört kevésbé csípik meg a szúnyogok, és a szúnyog csípések lázat okoznak. Érted? Ezt honnan veszed? Nem véletlenül tudom. A szúnyog csípés nem mérges. Ezeknek a szúnyogoknak a csípése igen, mondta Dolf röviden. Mérget visznek a vérbe, ettől betegszik meg az ember. Már több tucat gyerek halt bele, Örülni fogok, ha elhagytuk ezt az egészségtelen vidéket. Gyere velem, Palermóba, gónyolódott Leonardo. Úgy tudom, Frigyes császár bolondul a jó eső udvarnokokért. Újra körülnézett. Hová lett Karl? És nem láttam Friedát. Karl elesett a Trazimenói csatában. Frieda Perugiában maradt. Igen, hallottam már egyesmást a Trazimenói csatáról. Bolintott Leonardo látszólag közömbösen. Apám egyik barátja, egy perúgiai kereskedő, meglátogatott bennünket, és elmesélte az egész borzasztó történetet. Azt is elmondta, hogy meggyilkolták a gyerek keresztes hadjárat vezetőjét. Igen, szegény Miklós, sóhajtott Frank. Isten vegye magához a lelkét. Leonardo semmit sem szólt, harapott egyet, és a tűzön át Dolfra nézett. Azt hitte, engem, villant a fiúna gondolat. Hát ezért jött lóhalálában utánunk, hogy, hogy Marikét. Szörnyű is volt, mesélte Maréke. A földnyelven az összecsapáskor láttam, hogy Rudolf a lovak alá esik, és sikoltoztam. Azt hittem, hogy meghalt, és amikor oda akartam hozzá menni, Péter felkapott, egyszerűen kivitt a tömegből. Borzasztó dühös voltam rá, az arcát is összekarmoltam, mert Rudolfhoz akartam menni, de magával rángatott, be az erdőbe, és még tovább. Péter a tűzbe bámult és hallgatott. – Ne haragudj rá, Maríke! – mondta Dolf gyorsan. – Megmentette az életedet. Hálás vagyok neki érte. – Nem akartam, hogy megmentsen! – heveskedett Maríke. – Téged akartalak megtalálni. Láttam, hogy elestél. – Az semmi! – mondta Péter hirtelen makacsul. – Rudolf sebezhetetlen, csak megbotlott, annyi az egész. – De még milyen sebezhetetlen vagyok! – nevetett Dolf. Három napig úgy jártam, mint aki karót nyelt, és még most is őrzöm a sebb helyeket. Mindenem fájt. Sosem felejtem el Péternek, hogy Marikét biztonságba vitte. – Te meg kiszabadítottál Sárnicvárából? – felelt Péter zavartan. – Most legalább kvittek vagyunk. – Én minden esetre örülök, hogy sértetlenül látlak benneteket – szólt Leonardo komolyan. – Kivéve Miklóst – sóhajtott fel Maréke szomorúan Bertoldot és Matildét is meggyilkolták. És emlékszel Lenára? Arra a kislányra, aki olyan jól lőtt. Ő is elesett. És Karl, és Wigbold, és Friedrich mind meghaltak. És a kis tisz? Elevent, mint a tűz. És még mindig csupa lelkesedés. Csak arról tud beszélni, hogy fogja Jeruzsálemből elűzni a szaracénokat. Vajon miért jött utánunk Leonardo? Miért csatlakozott újra a gyerekserekhez? töprengett Dolf. Nem értette. Nagyon boldog volt ugyan, hogy barátja újra köztük van, de nem tudta elképzelni, miként hagyhatta ott Leonardo a könnyű pízai életet, hogy újra a kis csavargókhoz csatlakozzék. Tán azért, mert azt hitte, hogy Rudolf van Amstelven meghalt, és Marikének segítségre van szüksége. mégis mégiscsak közönséges kislány, árva, kedves és szép, de minden műveltség nélkül mi indíthat arra egy gazdag kereskedőfit, hogy egy ilyen kis senkiházi kedvéért több száz mérföldet lovagoljon. Tovább vonultak, át Umbrián, és megérkeztek a szicíliai királyságba, amely majdnem fél Itáliát magába foglalta. Bár kiütések, szúnyograjok, homoki bolhák, éjség gyötörte őket. Az alacsony fekvésű partvidék lakosságának helyzete alig volt jobb, mint az övék. Bizalmatlanok és ellenségesek voltak, Sovány erdei manókhoz hasonlítottak. A gyerekeknek gyakran kellett köztük utat törniük. Sokan betegeskedtek. A ruha foszlányokban lógott inas testükről. Először túl kevés só jutott a szervezetükbe, most meg túl sok. A malária tovább ritkította soraikat. Most főleg Leonardo hajtotta őket, azt mondta, minél előbb elérik a déli domvidéket, annál jobb. Végre, végre megérkeztek Bari ősi városába. Bari teljesen meglepte Dolfot. Még a szüleivel sem jutott soha ilyen messzi délre, és így a 20. századi Barit sem ismerte. Azt várta, hogy egy közönséges kis kikötőváros lesz, amilyet már sokat látott. Olyan városkára számított, ahol a rothadó halak bűze elnyom minden más szagot, ahol a lakosság léte a tenger szeszélyeitől függ. Ahol még a templomok is haltól bűzlenek, amin a tömjén sem segít. Bari azonban egészen más volt. Igazi tengeri kikötő, élénk keleti kereskedelemmel. Ez volt a kelet kapuja. Akárcsak Génuában, itt is találkozni lehetett az akkor ismert világ minden nemzetének fiaival. Jártak itt arabok hosszú fehér köpenyben, turbános törökök, görög tengerészek, akik mindenkit be akartak csapni, szőnyeg és sejemkereskedők. Voltak fegyverkovácsok és hajóépítő műhelyek nagy vitorlavarrodák és kádárok, gyapjófonodák, és mindez mozgalmas életet meg gazdagságot hozott a városnak. Az egész fölé emelkedett a hatalmas castello, a bevehetetlennek és kegyetlennek látszó római erődítmény, és volt sok templom. Leonardo, aki tudta, hogy Dolf minden itáliai városban azonnal a székesegyházakat és bazilikákat kereste fel, mert öntudatlanul is újra úgy viselkedett, mint egy 20. századi turista, megnyugtatta a barátját, hogy itt aztán nem fog unatkozni. Most újra bebizonyíthatod a jámborságod, Rudolf. Bariban van eltemetve Szent Miklós. Szent Miklós? dadogott Dolf, akinek egy pillanatra a meggyilkolt pásztorfiú jutott eszébe. Igen, mira püspöke. A szárazon és vízen utazók védőszentje, meg a bajba jutott gyerekeké. Vagy száz évvel ezelőtt huszonnégy tengerjáró ellopta Mirából a csontjait és Bariba hozta. A város olyan büszke ezekre az erekjékre, hogy külön templomot építettek a síremlékkel a szent csontoknak. Azt mondták, hogy ha a zarándokok eljönnek Bariba, a szent egészséget, veszélyek ellen védelmet és bátor szívet ad nekik. Erre nekünk is nagy szükségünk volna. – Egészséget? motyogta Frank lázasan. – Bátorságot is? kérdezte Marike arra bizony szükségem van. Védelemre van szükségünk, mondta Péter. Igazuk volt. A gyerekek lassanként kezdték elveszíteni bátorságukat. Az ősz lassan, de biztosan utolérte őket. Most persze újra szép, száraz dombvidékre értek, és megkönnyebbültek. Mi azonban ezután? Hova menjenek? Dolf azonnal fellelkesedett. Itt van eltemetve Szent Miklós, a gyermekek nagy barátja, Amsterdam városának védőszentje, az elhagyott gyerekek, tengerészek és a játékgyárosok patrónusa. És mit mondanak a 20. század tudósai, hogy Szent Miklós csak legenda, a jó ember sosem létezett. Bari városa feltűnően barátságos volt a gyerekserekhez, talán a szent hatására. Nem szorították ki őket a városból, bár a polgárok szerették volna, ha a lakott területen kívül táboroznak, hiszen az utcák, rakpartok és házak már így is épp elég zsúfoltak voltak. Szívesen látták azonban, aki munkát keresett, hajósnak akart jelentkezni, vagy meg akarta látogatni az Isten házát, hogy erőt és bátorságot gyűjtsön. A német gyerekek, akik most már szinte kivétel nélkül egészen jól beszéltek olaszul, kis csoportokban tágra szemmel jártak a keskeny, forgalmas utcákon, és természetesen sokan elhatározták, hogy itt maradnak, és itt próbálnak szerencsét. Tádé atya, Marike, Dolph Leonardo, Péter és Frank együtt látogatták meg a Szent Miklós bazilikát. A kis középkoriak főleg azért, hogy imádkozzanak a meggyilkolt pásztorfiú lelki üdvéért, Dolph meg azért, hogy egy turista szemével nézzen körül, akit minden nevezetes régiség érdekel. A templom az egyik legpompásabb román stílusú épület volt, amit valaha látott. Leszálltak a kriptába is, ahol faragott koporsóban őrizték Szent Miklós csontjait. A koporsót elborították a virágok és az értékes emléktárgyak, amelyeket a zarándokok hoztak. Dolf igazán nem volt érzelgős, megmaradt hitetlen, kételkedő XX. századinak, de ez mégis meghatotta. Volt egyszer egy püspök, akit Miklósnak hívtak, és aki törődött a gyámoltalan gyerekekkel, a szegény kislányokkal, a bajba jutott utazókkal és tengerészekkel. Olyan ember volt, aki bőkezően adott minden rászorulónak. Úr volt, aki kis adag boldogságot és életörömöt osztogatott. Ezt jelképezi a későbbi cukorkaszórás. Ha olyan ember, aki elsősorban a nehéz helyzetbe került gyerekek, az iskolások, a merikéhez hasonló, kilátástalan jövőjű szegény kislányok fölé tartotta védelmező kezét. És azt mondják, hogy ez az ember nem élt soha. De hát itt a bizonyíték. Félig porrá vált csontok, és soha nem lehet már kideríteni, valójában kinek a csontjai. Dolf nem kételkedett. Egyszerre ő is képes volt hinni ebben a szentben, letérdelt hát, akárcsak a barátai, és teljes lelkéből imádkozott. Négy éves kisfióként tisztelettel nézett otthon az álmikulásra, az ál és megkapta a játékmackóját. Most, jó tizenegy évvel később, ahogy visszaemlékezett a jelenetre, újra kisgyerekké vált, aki az adakozó, jóindulatú hatalmasság előtt áll. Mondjanak a modern tudósok, amit akarnak Dolf hit ennek a szentnek a létezésében. Vajon nem segítette át őket Szent Miklós biztonságban az Alpokon? vajon ki más óvta volna a gyereksereget az aszályos pósíkságon és itáliai vándorlásuk közben? Ki akadályozta meg, hogy Génuában behajózzák mindannyiukat rapszolgának, ha nem Szent Miklós? És Dolf tiszta szívéből köszönetet mondott neki, jó egészségért és erejéért, a kedves Marikéért, Leonardo hűségéért és barátságáért, Tádé atya jóságáért, az elmúlt hónapok minden bajáért és győzelméért, és főleg azért mondott köszönetet a Szentnek, hogy a reménytelenül zátonyra futott időutazó még reménykedhet valamilyen jövőben, valahol itt, a 13. században. Odakint, a bazilika előtti téren egy fém szelence csillogott a napfényben. Egyelőre senki sem vette észre.